Bazd meg! Hát te meg hova menekülsz? A kexmorzs a cigány útra ment. A torzsarés... A torzsarés... Ré... Jó lesz! Csáó, minden küldi mi... Tetszett a receptem? Akkor nézzétek meg a rovat többi videóit. Citromhéj és egy pici vaníliás aroma. Vaníliás. Tűzvarázsló, két szemeddel, égessel, égessel. Nagyon szép bőrös csirke, mert szok... Bocsánat. Oké, puszi. Mondd át végre. Igen, kussoljál már. Szeretnél egy hamburgert, ami nagyobb, mint a fejed? Akkor íme készítsük el ezt a fekete hamburgert. Nem jó. Ugye említettem, hogy ez egy retro sütemény, és hogy miért is mondtam ezt? Hát ez a sütemény a 18. nem a 18. században, a 19. században, újra mondom. Jaj, tovább! Igen, mert a jön még bele egy tojás. 2022 szilveszteri összevágott rokkant videó. Sziasztok, Szohal Hásmi vagyok, újra itt vagyok az SK Pázison, egy szuper csirkés, maradékmentős. Hova vágjunk is hozzá azt a követ. Most hogy lehet ilyet mondani? Ja, vágjuk! És most fedő alatt pároljuk addig, amíg a rizs 80%-ig el nem készül. Mivel a re... A következő sütünk. És végtelen nagy távolság. A cacikihez az uborkát nagylyukú reszelőn lereszelem, picit lesózom. De hogy készül a caciki? Na, a giroszos ki... A fészkeket. Pavlova a fészkeket. A fészkeket berakjuk a sütőbe. A Pavlova fészeket berakjuk a sütőbe. A Pavlova fészeket berakjuk. A kis Pavlova fészeket fogjuk és berakjuk a... Várjál, most épp szedbe vagyok. Tessék! A kenyér belsejének a felhasználása. Picit várj, miért elmondom, hogy tessék. Köszönöm. Köszönöm, hogy elmondod, hogy hogy kell forgatni. Köszi. Mondjad. És amikor jól össze... És amikor összekeverem... Na. Figyeljetek! Miért nem csinálj? Miért? Ja. Jó, hát akkor essünk neki. Jó, oké. Okay. Direkt hívtad Zoltánnak, ugye? Zsolt. Amíg pirul a vörös hagyma és a fokhagyma, addig a darált csirke mellett kiburítjuk egy tálba. Rímált. És bírtatok még enni ezek után? Bírtatok még enni? És ki a szád? Ki a hatos? Hatos, az 9-es. És várom, hogy kellően kérgesedjen az az oldala. Melyik oldala? Mosolyogjon picit az úr. Igen. Menj már innen! Egy omlós malac sült bármikorra! Mutatod! Megszórjuk még a... Ez meg. Hamarosan megérkezünk. Hamarosan? Lassan itt vagyunk a napunk második állomásán. Második. Úgyhogy tényleg. Úgyhogy gyorsan van, mert lehet rágni. Nem tudod eldönteni, hogy hurkát tegyél, vagy hamburgert? Mostantól nem is kell, jön a... Itt is vagyunk a napunk második állomásán, a Spicy Fish étteremhez. Étteremnél. És te,
Készítsünk túróval és békönnel töltött cukkinit. Még egyszer. És tessék. Nekünk kell eldönteni, hogy melyikről mi a véleményünk. És érsz? Várjál már! Meg is érkeztünk a napunk második állomásán, a Spicy Fish étteremhez. Micsoda toldalékok! És meg kell hozzá, ha... Oké, oké. Ja. És most lefedve addig pároljuk, amíg a rizs 80%-ig el nem készül. Van itt előttem egy nagyon jó... Na, neked kellett volna? Felvezetlek téged, Lajos. Jó. Láttad? Láttad? Sziasztok, újra itt vagyunk. Sziasztok, újra itt vagyunk az Eska teraszon. Hoztam nektek egy szuper hummusz receptet, csinálunk hozzá egy friss salit, és a végén majd csinálunk hozzá egy ilyen kis grill keftest. Tejfölből, természetesen cukorból, reszelt citromhéjból és vaníliás cukorból fog összeállni. Ja, és kókuszreszelékből meg. Szóval, remélem, hogy tetszett az étel, és még több maga az én receptén. Nem készültem, hogy mondjak bocsánat. Nem bírom fogni a tálat is. És egy kis olival... A büdös fingszaga van ennek a karfiolnak. Picit átmelegítettem a mikróba, úgyhogy most jöhet rá egy marék. Bazsalikomat akartam mondani. Spenót. Hát nem hiszem el. Nincs haza. Túl nehéz ez a wok nekem. Sziasztok, Ákos vagyok, és nem ma, nem egy fit recepttel jöttem nektek. Csak hogy tudja a vágó, hogy ez a koriander? Koriander! Koriander! Valami titkos technika, vagy ez mi? Nagyon szép. És optimális esetben, hogyha van hungarocell otthon, akkor használjátok azt, és abba szúrjátok bele a pálcikákat. Viszont most nincsen, úgyhogy ezt fogom használni, mert rájöttem, hogy egészen jól megtartja a pálcákat. Nem is. Most pedig tényleg már csak annyi van hátra, hogy félbevágjam a bucikat, egy picit megpirítsam őket, és összeállítsam a... Bocsánat. Aztán egy isteni finom pavlova fészkecskét fogunk készíteni, és megtöltsük... Töltsük ezt meg. Töltsük! Megtöltsük! Ez lett a tökéletes. Elkészült a sajtgolyó. Hú, apa, ez marha jó. Francba! Ez biztos benne lesz a bakiba év végén. Végül pedig jöjjön a nagyon-nagyon-nagyon egyszerű boronya is. Van benne bor, szóval. Most, hogy felolvadt a cukor, ezt az egészet kemény hambá fogom verni. Még egyszer. Tojás sárgája! Na. Meg is kérkeztél. Srácok, ez a... Iratkozzatok fel a YouTube-ra. Másodpercet volt csak.